Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! A megyei közgyűlés legutóbbi költségvetést is tárgyaló összejövetele után sokan aggódtak a három megyét is érintő Pécsi Gandhi Gimnázium sorsát illetően. Az aggodalom oka az volt, hogy a költségvetésben nem szerepelt a gimnázium támogatása. A vonalban Pörös Béla, a megyei közgyűlés alelnöke, akit Budapesten értünk utol. A mai újságban bizonyára értesültek arról, hogy három megyek közgyűlésének alelnöke aláírt egy szándéknyilatkozatot arról, hogy megpróbálnak közösen fellépni a Pécsi székhelyű Gandhi gimnázium támogatásának ügyében. Ez egy szándéknyilatkozat azt a célt szolgálja, hogy a megyei közgyűlések megpróbáljanak összefogni, és megpróbálják hosszú távon megteremteni a lehetőségeket arra, hogy a Gandhi gimnázium működési feltételei megteremtődjenek itt Baranya megyében, illetve Somogy Tolna megyében, ugyanis a gimnáziumba járó gyerekek nagy része az ebből a három megyéből toborzódik. Ennek a megállapodásnak része az, hogy a hitetékes közgyűlési alelnökök megpróbálnak lobbizni abba az irányba is, hogy a régióban levő országgyűlési képviselők is megpróbáljanak hatható segítséget adni a működési feltételek megteremtéséhez. Én azt gondolom, hogy ez az aláírt deklaráció, ez egy ilyen kiinduló pont, amely hát azt biztosítja, hogy ez az intézmény, amely egyébként Magyarország első roma gimnáziuma, szervesen beilleszkedjen itt a régió oktatási kulturális életében. Alelnök úr, köszönjük szépen a friss információkat! Azt mondják, hogy az igazán lelkes természetjárókat még a rossz idő sem riasztja el. A melegebb tavaszi hónapok alatt pedig egyre többen keresik fel a mecsek erdeit. A Baranya megyei Természetbarát Szövetség szombati közgyűlésén az 1998-as év munkáját, eredményeit értékelték a Szivárvány Gyermekházban. A szövetség kereteibe 50 tagszervezet tartozik. A szakosztályok vezetői rövid felszólalásokban beszéltek az elmúlt év sikereiről, problémáiról és a jövő feladatairól. Az elnökség beszámolója szerint a természetjárás minden ága és formája kielégítést nyerhetett a meghirdetett programok alapján. A jelvényszerző túramozgalmak, a táborozások, a bel- és külföldi túrák kiemelkedően szép látnivalókkal ismertették meg a résztvevőket. Jelentős számú hallgatósága volt a havonta megrendezett túravezetők előadásának is. A szövetség megítélése szerint túravezetők képzése helyett a továbbképzésekre kell helyezni a hangsúlyt a 99-es évben. A mecsek túraútvonalainak jelzéseinek karbantartására eddig is sok gondot fordított a szövetség. A tervek szerint erre a célra idén is pályáznak, hogy a természetbarátok gondozott, tiszta útvonalakon járhassák a mecsek vidékét. 15 középiskola küldte el csapatait az évenként megrendezésre kerülő Örökségünk 48 és a Magyarország az Én Hazám című vetélkedő területi döntőjére. Az eseménynek, melyen 5 megye, 105 diákja vett részt, a Polák Mihály építőipari szakközépiskola és szakiskola adott otthont. A vetélkedő sorozat célja az, hogy a diákok többet tudjanak meg múltjukról, hazájukról. Az Örökségünk 48-nak hagyományosan már 7 éve a 48-as szabadságharc és forradalom. Most egy kicsit kiterjesztve a reformkori eseményekkel és egészen a kiegyezésig tartó időszakkal. A Magyarország az Én Hazámnak pedig jelenleg a Budapest 100 éves évfordulójára gondolva a Budapest és környéke, Budapest és Óbuda története, valamint a Dunakanyar története, földrajza, néprajza, minden, ami ebbe beletartozik, tehát egy igazi honismereti téma. A rendezvény létrehozását többek között a Szakmunkás Tanulókért Kulturális Egyesület anyagi támogatása tette lehetővé. A Szakmunkásokért Egyesület bemutatásánál fontos azt hangsúlyozni, hogy ez még akkor született meg, amikor a szakmunkás képzést szakmunkás képzésnek nevezték, hiszen mostanában már szakiskolákban képezik a szakmunkásokat. A név is mutatja tehát, hogy nem mostanában született ez az egyesület. 10 éves a múltja, és annak a szakmunkásképző tantervnek a kiegészítése, folytatása, pótlása tulajdonképpen, amit az iskola annak idején nem végzett el. Azaz olyan történelmi, földrajzi, néprajzi hagyományokat volt hivatott ez a civil szervezet pótoltatni versenyformájában,
amit az iskola nem végzett el. A szervezőtanár így foglalta össze a vetélkedő, így az 1848-as események mai aktualitását. Akkor is a fiatalság vitte tovább az országot, és ők voltak azok, akik kezdeményezték a fellendülést, az életet. Hát mindig a fiatalság kezében van az élet. Február 28-a a finn kultúra és a Kalevala napja. Finnországban kétszer is megtartják ezt az ünnepet, először februárban, másodszor pedig a Kalevala ősi dalainak összegyűjtőjének születésnapján, nyáron. Tegnap Pécset is ünnepeltek a Mátyás Király utcában, a Kalevala fordítójának, Vikár Bélának emléktáblájánál. Pécsett először 1935. decemberében ünnepelték a finn kultúra napját és a Kalevalát a Szent Mór kollégiumban. Idén is zene fogadta az ünneplőket, akár csak 64 évvel ezelőtt. A Pécsi Magyar Finn Társaság februári programjának része volt a Kalevala fordítójának, Vikár Béla emléktáblájának a megkoszorúzása. Pirkko Luoma, a Janus Pannonius Tudományegyetem finn lektora elmondta, hogy a Kalevala dalai igazán a nép ajkán éltek, lényegében változatlanul vagy ezer éven át. Szövegéből öreg emberek ezer meg ezer sort tudtak fejből elmondani, ahogy gyermekkorukban tanulták. Számos irodalomtörténész a népi eredetű irodalom leghatalmasabb és legkiválóbb alkotásának tekinti. A finn nép számára különösen nagy jelentőségű az ősi, pogány dalokat konzerváló népeposz. A Kalevala döbbentette rá a finneket arra, hogy nekik is van múltuk, történelmük, kultúrájuk és nyelvük. A Kalevala a magyar finn rokonság szimbólumává is vált az idők folyamán. Úgy gondolom, hogy a Kalevala mindkét finnugor nép számára sokat jelent. A magyar kultúrában ilyen összefüggő, ősrégi eposzi mű, mint a Kalevala nem létezik. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a gyűjtemény mindkettőnké. A két kultúrának számos közös eleme része rögzítődik benne. Azt hiszem, nagyon jó dolog az, hogy együtt őrizhetjük meg a remek művet. A Kalevala két erős nemzet közös eposza. Minden műemlék helyreállítását előzetes kutatás kíséri. Így került felszínre a több réteg vakolat alól egy 19. századi falfestés a Líceum utca 7-es szám alatt épületben. Ez az ódon épület nekünk televíziósoknak különösen kedves, mert a felújítás után ide költözik a Pécs TV szerkesztősége. A múlt századi szekkó teljes restaurálása 4 millió forintba és 3 hónap munkájába kerülne. Megvizsgáltuk a falakat, levertük a rajta lévő későbbi laklatokat, és akkor kerültek el ezek a falfestések. A falfestést jelenleg több réteg enyves vakolat fedi. Az éppen maradt részek feltárása után azokat konzerválják, mert a teljes felújításra jelenleg nincsen pénz. Teljes mértékben megőrizhető és helyreállítható. A restaurálásnak ez is a feladata tulajdonképpen, hogy ilyen rossz állapotban lévő festéseket helyrehozzon. A szekkóra ragasztás és vakolat réteg kerül, így ugyanis hosszú ideig megőrizhető. Az ország más városaiban, így például Győrben és Sopronban sok hasonló munkát végeztek már. Pécsett viszont ritka és különlegesen értékes ez a falfestmény, hiszen a 19. századból viszonylag kevés műemlék maradt ránk. Mint ismeretes, éppen mától a törvény az eddigieknél nagyobb szigorral sújtja a kábítószerfogyasztókat. A hétvégén a Katolikus Karitás szervezésében újabb szociális intézmény, a drogambulancia mutatkozott be az érdeklődőknek. Az érdeklődőket a Katolikus Karitás nevében Szalai atya köszöntötte, aki elmondta, céljuk, hogy minél nagyobb segítséget nyújtsanak a megye szenvedélybetegeinek és a témával foglalkozó szakembereknek a rendezvénysorozattal. Az előadáson elhangzott, hogy az új drogtörvény sokban megváltoztatja például a pécsi drogambulancia munkáját is. Azt gondolom, hogy a mi munkánk ettől meg fog változni, hiszen a lehetőség a fiataloknak idáig megvolt arra, hogy alternatív kábítószerfüggőséget megelőző gyógykezelésre jöjjenek hozzánk. Most a használókat fogják erőteljesen büntetni, és ez ennek kapcsán ők nem vehetik igénybe ezt az alternatív kezelést. Ebből kifolyólag csak a függő emberek járhatnak majd gyakorlatilag hozzánk, de hát reméljük, hogy ez meg fog változni, és ebben valamiféle módosítás talán történni fog. A pécsi drogambulancia a megváltozott körülmények mellett is folytatja munkáját, sőt új helyen, a Szendrei Júlia utcában, a megyei kórház mögött egy zsák utcában dolgoznak tovább. De a szakemberek remélik, hogy munkájuk és a hazai drogpolitika nem jut majd zsák utcába. A felvilágosító programok és a drogellenes előadások ellenére még mindig sok olyan fiatal van, aki csak droggal tudja jól érezni magát egy szórakozó helyen.
Az ifjúsági ház szombat óta ismét egy drogellenes diszkónak ad otthont. Akik rendszeresen szórakoznak, azok már tudják, hogy bizony kezdenek kimenni a divatból a délig tartó bulizások és az úgynevezett afterparty. Ezen az éjszakán annak jártunk utána, hogy mennyire lehet bírni a bulit stimulálószerek és drogok nélkül. Az este motozással kezdődik. Minden zsebet alaposan átnéznek, még a lányokét is. A biztonsági emberek rutinosak. Azokat, akikről korábban kiderült, hogy drogokat használnak, be sem engedik a helyre. Mi a véleményed egy ilyen szervezésről? Jónak jó, de betartani úgyse fogják. Hogy... Szerintem nyerő az ötlet. Szerintem nagyon helyes. Szóval egyet értek ezzel, mert tényleg a drog az... Az embert nagyon károsítja. Itt magában a buli a jó magában, és nem a drog diktálja dolgokat. Szerintem jó, mert de abszolút, de semmi értelme. Miért? Hát, mert aki akar drogozni, akkor az úgyis drogozik. De összes ilyen bulinak, ami itt Pécsen van, mindegyiknek ilyen drogellenesnek kéne lennie, ugyanis az ember bulizni akar, annak nem biztos, hogy ahhoz, hogy jó kedve legyen, drognak kell, hogy legyen benne a szervezetében. Nagyon jó, mert én teljes mértékben elítélem a drogot. A hangulatteremtés érdekében néhány átalakítást már elvégeztek az üzemeltetők. Így például az előtérbe boxok kerültek. A drogmentes buli létrehozása hosszú előkészítés után most vált igazán aktuálissá. Egy olyan diszkó van, amelyik most indul a készülő drogtörvény küszöbén, és ez adta az ötletet, hogy akkor ezt úgy kéne csinálni, hogy tiszta legyen és drogmentes. A hub party és a meghívott zenei előadók nem akármilyen hangulatot teremtettek, ráadásul tisztán, stimuláló szerek és drogok használata nélkül. Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen időjárás jelentéssel folytatjuk műsorunkat. Maradjanak velünk, mindjárt visszajövünk. Időjárásunkat rövidesen az északnyugat felől nagy sebességgel érkező, különböző nedvességtartalmú légtömegek határozzák meg. Napközben még kevés lesz a felhő, csapadékra nem kell számítanunk. A délnyugati szél időnként megélénkül. A levegő délutánra 14 és 17 fokig melegszik fel.